qui m'a dit grave. Ez igazából vágóképnek kellett, nem? Kellett egy kicsit pakolni? Hát igen, szerencsére a Tibinek a táskájában volt hely, úgyhogy oda még tudtam átrakni egy pár cuccot. Hát 34,5 kilóról indultam, onnan mentem le, most szerintem ilyen 24-25 körül lehet. Itt lehet tudni a háti táskádról, azt látható, hogy legalább körülbelül egy ilyen 3-4 gimnáziumi év legalább benne van. Hát 12 kiló a súlyhatár, ez ilyen 14 körül van, hogy meglátjuk, hogy lesz. Egyfajta varázslatos világban csöppenünk majd bele, amit igazából innen meg elképzelni sem tudunk. Hiába olvasunk, meg hallunk mindent a VB-vel kapcsolatban, az teljesen úgy lesz, egy biztos, hogy egy csodálatos esemény lesz, egy csodálatos légkörben. Sztrájkoktól esetleg tartotok, vagy ilyesmitől? Hát én nem fogok sztrájkolni, úgyhogy szerintem a kollégáim se, hát remélem mások se. Igazából azt nem tudom, hogy mire számítson. Azon kívül, hogy káoszra számítok, meg arra, hogy minden az utolsó pillanatban készül el, ha egyáltalán elkészül. De azon kívül nem tudom, nem láttam még ilyet egész közelről, és ezért még nem is tudom belőni, hogy milyen lesz. Egy pici feszültség van bennem, amiatt ugye, hogy egy komplett technikai arzenát, egy mini tévét kellett magammal vigyek. Most is fejben próbálom azt összerakosgatni, hogy biztos bent van-e minden a bőröndbe. Próbálom azt az utat keresni, hogy ha esetleg valami nem lenne bent a bőröndbe, akkor azt hogy lehet utánunk küldeni. Mit üzensz a Nemzeti Sport online TV, az NSO TV nézőinek és a Nemzeti Sport olvasóinak? Frappánsan mondhatnám azt, hogy sziasztok, jó napot kívánok, Kibédi Péter vagyok, nézzék önök is az NSO TV-t. Ezt annyival egészíteném ki, hogy a világbajnokság alatt pedig kiemelten figyeljen mindenki, hiszen törekszünk arra, hogy azt is megmutassuk a nézőknek, és elsősorban azt mutassuk meg a nézőknek, amit majd nem látnak ott kint a mérkőzések, kintről a mérkőzések közvetítése alatt. Utazásunkat támogatta.